Szabadka és Szeged testvérvárosok, ám ezt a két város polgárai nem igen érezhetik, mondta a Magyar Remény Mozgalom szabadkai sajtótájékoztatóján Setyaros Zorán. Az MRM alelnöke állítását a két város közötti normális buszjáratok hiányosságával támasztotta alá. Setyaros szerint ez az utóbbi években a testvérvárosok polgárai közötti normális kapcsolattartást is megnehezítette, különösen azokét, akiknek nincs saját gépkocsiuk. Szegedről egyébként az utolsó buszjárat délután 12:30 indul Szabadkára, hallottuk a sajtótájékoztatón. A probléma különösen érzékenyen érinti a Szegeden tanuló délvidéki diákokat és egyetemistákat, akik közül néhányan Magyar Remény Mozgalomhoz fordultak segítségért. Az MRM elnöke és én még a vízummentesség bevezetése előtt ellátogattunk a Subotica Transz utasszállítóvállalatba, ahol megértéssel fogadtak minket, és egyetértettek azzal, hogy szükség lenne normális buszjáratok bevezetésére, ám ehhez államközi megállapodásra lenne szükség. A Magyar Remény Mozgalom szerint e kérdés rendezésében, mint a párt alelnöke fogalmazott, a meglehetősen felelőtlen és empátia hiányos szabadkai városvezetés is intézkedhet.